Impozáns aula fogadja a Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskolájába érkezőket, ahol a kínált szakmákhoz megfelelő tanműhelybázis is tartozik. 1920-ban kezdődött az ipari tanoncoktatás Tamásiban, Kint Vilmos iskolaigazgató szervező munkájának köszönhetően. Néhány évnyi szünet után 1955-ben folytatódott az ipari tanulók oktatásait Tamásiba. 1969-től önálló épületet, 73-tól szervezeti önállóságot nyert az 518-as számú szakmunkás képző intézet. 1989-ben vette fel az intézmény a Vályi Péter nevet, és 2020. július 1-e óta a Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola és kollégium intézményeként működik a városban ez a szakképző intézmény. Nagyságrendileg jelenleg 390 tanuló és képzésben résztvevő személy vesz részt nálunk a szakmai oktatásban. 56 munkatársam közül a többség természetesen szakmai oktató, de a szakmai oktatási tevékenységet 5 óraadó, valamint 15 technikai dolgozó is segíti a mindennapi munka során. Bár Tamásiban a Deák Ferenc utca 6-8 szám alatt található a Vályi Péter szakképző iskola főépülete, de a szakmai oktatás több helyszínen zajlik. Szabadság utca 9 alatt működik a tanétterem és a tanszáló, ahol a turizmus vendéglátás ágazat tanulói folytatják napi tevékenységüket, és sajátítják el a szakma ismeretanyagát. Ezen kívül a Rákóczi út 21 szám alatt található a tanbolt és a gépészeti tanműhelyünk, valamint az építőipar ágazatnak az oktatóbázisa is, amit éppen most alakítunk ki, hiszen átszervezésre került. A régi bútorraktárból költöztettük át ezt az oktatóbázist. Ezen kívül Fornát pusztán is van egy telephelyünk, ahol a mezőgazdasági gépész tanulóink oktatása folyik. Az iskola szakképző intézmény, ahol a jelenlegi képzési struktúrákban technikumi és szakképzőiskolai képzés folyik. Technikum 5 éves, érettségit és technikusi oklevelet adó képzés, amely során a diákok tulajdonképpen 5 érettségi tantárgyból tesznek vizsgát, a 4 jól ismert matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, és az 5., ami emelt szintű érettséginek számít, a technikusi vizsga a 13. évfolyamon, ugyanúgy, mint az idegen nyelvi érettségi, a többi tantár tekintetében a 12. évfolyamon mérettetik meg a tudásuk. A technikumi képzési formában is minden tanuló már a 9. évfolyamtól kezdve szakképzési ösztöndíjat kap, ez jelenleg havonta 8370 forint, a minimálbér, a mindenkori minimálbér 5%-a. Jelenleg nálunk kereskedelem ágazaton, turizmus vendéglátás ágazaton és informatika és távközlés ágazatban van technikumi osztály. A képzéseink nagyobb részét a szakképzőiskolai oktatás teszi ki, amelyről azt kell tudni, hogy 3 éves képzési forma. A diákok az első évben ágazati alapoktatás során sajátítják el a munkaerőpiactól elvárt kompetenciákat. Tehát, amit a technikumban a diákok 2 év alatt tesznek meg, a szakképzőiskolába 1 év alatt. A szakképző iskolákban a diákok ösztöndíjat kapnak, ami a mindenkori minimálbér 10%-át jelenti. A 10. osztálytól már egy magasabb összeg illeti meg őket, szakképzési munkaszerződésüknek köszönhetően jövedelemmel rendelkező diákokról beszélhetünk. 2020. szeptembere óta az ágazati alapoktatás projektoktatási formába történik. Az ismeretek komplexitására törekszünk, és ezt várjuk el a tanulóinktól is, és nem fiókos rendszerben tantárgyanként oktatjuk a szakmai ágazati ismereteket, hanem komplex formában, és úgy gondolom, hogy szakmai bizonyítványt szerezve ez nagyon nagy előnyükre szolgál abban a világban, amikor nem egy életre választunk szakmát, hanem folyamatosan megújulni kényszerülünk. A Rákóczi utcai telepad helyett az ágazati képzések közül a kereskedelmi értékesítő tanulók oktatásáról, ahol egy tanboltban zajlanak az órák.
jól felszerelt tamboltunkkal és szakmai oktatóink segítségével mindenféle szükséges kompetenciát elsajátíthatnak itt a diákok. A Rákóczi út 21 szám alatt még a hegesztő műhelyünk is megtalálható, illetve fémipari műhelyünk, mert nem csak hegesztők, hanem épület és szerkezet lakatos oktatás is folyik intézményünkben. Tambolt az tulajdonképpen egy szimulációs környezete a való világnak, tehát úgy képzelhetjük el, mint egy valós boltot, és az informatikai háttérrendszertől kezdve a termékbemutatás, az eladók magatartásához szükséges szituációs környezet megteremtését szolgálja. A telephelyen a hegesztők oktatását egy szimulátor is segíti, amellyel a szakmához szükséges legapróbb fortélyokat is elsajátítják a diákok, mielőtt a valóságba tartanák kezükbe a gépet. Az iskolában a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló hagyományos programok mellett törekszenek arra, hogy minél több pályázati lehetőséget megragadjanak diákjaik utaztatására. Várjuk a kedves érdeklődőinket november 18-án és 19-én nyílt napjainkon, valamint december 15-én ismét megszervezésre kerül a pályaválasztási kalandőrület, ahol természetesen 8. osztályos csapatok jelentkezését várjuk.